ahogy a képek, ugye a rajzaink és a skicceink is sok mindent elárulnak rólunk, de vajon meddig fejleszthető ez a képesség, és lehet akár ebből egy meditációs folyamat, és hogyha igen, akkor hogyan? Erről fogok beszélgetni Mucsi Tinával. Kezdjük azzal, ez az első kérdésem, hogy az ilyen öntudatlanul vagy félig öntudatlanul telefonálgatás közben rajzolt rajzok, skiccek mennyit állulnak el rólunk a személyiségünkről? Hát én óvintanék mindenkit attól, hogy ebből messzemenő következtetéseket vonjanak le, mert nagyon sok minden befolyásolja, hogy mit rajzolunk öntudatlanul. Egyrészt nyilván a személyiségünk, de nagyon sok esetben a pillanatnyi lelkiállapotunk, vagy hogyha nyaralni voltunk valahol, akkor természetesen pálmafákat, a kis hajókat fogunk rajzolni, de ebből messze menő következtetéseket nem szabadna levonni sosem. Az viszont egy általános emberi tapasztalás szerintem, hogy amikor mondjuk egy fontos telefon van, akár egy tét beszélgetés, akkor úgy jól esik valamit rajzolgatni. Mi az, amitől ilyenkor megnyugvást tölt el minket? Mi az, amitől ez úgy pozitívan vagy kiegyensúlyozóan hat ránk? Ez akkor szokott előfordulni, hogyha közben másfele mennek a gondolataink, vagy unatkozunk, vagy olyan a téma, ami nem annyira fontos a számunkra, és szeretnénk kitölteni ezt az űrt, és akkor elkezd a kezünk dolgozni, elkezdünk rajzolni. Tulajdonképpen ez egy alkotó folyamat, egy öntudatlan alkotó folyamat, amiben ilyenkor belevágunk így telefonálgatás közben. Egyiket olyankor is szoktam, amikor egy picit feszült vagyok. Tehát, hogy nem csak olyankor, amikor uncsizom, és elkalandozom, hanem amikor valahogy azt szeretném, hogy ilyen harmonikusabban érezzem magam. Így van, az is okoz feszültséget, most az előző példánál maradva, hogyha valami nem érdekel minket, de foglalkozni kell vele. De valóban, tehát egy feszültebb lelkiállapotot is feloldhat a rajzolás, az alkotás. És ugye ennek egy magasabb szintje már, amikor ezt tudatosan végezzük, ez a rajzmeditáció, és itt már nem feltétlenül céltalan vonalakat, meg skicceket rajzolgatunk, hanem pontosan mit is? Igen, ez már egy tudatosabb folyamat. Itt a rajzmeditáció tulajdonképpen két részből áll, egy 5 órás programról van szó. Az elején érzelmeket rajzolunk, tehát például lerajzoljuk egyszerű vonalakkal, hogy mi az a düh, milyen az öröm vagy a nyugalom a számunkra. Ezzel szembenézünk, megbeszéljük, hogy mik a hasonló vonások és mik az egyedi vonások ezen belül. És a foglalkozás nagyobbik részében pedig mintákat rajzolunk, felépítjük a mintákat a legegyszerűbb vonásoktól az egészen komplex mintákig, amiből azután saját alkotásokat tudunk létrehozni. És hogy kell egyébként kezdeni, ha valaki mondjuk autodidakta módon otthon szeretne rajzmeditálni, mert nincs ideje elmenni egy rajzmeditációs tanfolyamra? Mihez kezdjünk? Üljünk le, és próbáljuk meg előre kigondolni egy mintát, amit lerajzolunk, vagy az a lényeg, hogy improvizáljunk és spontán rajzoljuk, ami fakad belőlünk? Hát körülnézhetünk, tehát a környezetünkben nagyon sok mintákat tudunk találni, akár házaknak a homlokzatán, de interneten is nyugodtan kereshetünk képeket, fotókat, vagy már megrajzolt rajzokat, és akkor ezt első körben elkezdhetjük lemásolni, leutánozni, és utána szépen jön majd a többi. Tehát a gyakorlás az a rengeteget jelent, vagy hogyha ezt rendszeres csináljuk. Hoztál magad a rajzokat, ezek a te rajzmeditációs alkotásaid, mintáid. Mutasd párat, azt szerintem nagyon érdekes, nagyon szép minták. Jó, tehát ezek azok az alapminták, amelyeket segítsünk megrajzolni. Igen, köszönöm szépen. És utána összeállnak belőle ezek a kompozíciók. Nagyon egyszerűen, tehát ezt tényleg mindenki meg tudja csinálni. Mennyi idő egy ilyen meglehetősen komplex mintát létrehozni? Hát ez nagyon különböző, attól függ, hogy kezdők vagy gyakorlatok vagyunk. Már egy pár óra. Pár óra. Pár óra, de tudok olyat is, van olyan tanítványom, aki munkahelyre oda-vissza buszon, vonaton szokott rajzolni. A buszon azért nem lehet egyszerű az ögykülődés közben. Hát, hogy az ögykülődés, de hogyha nem, akkor kártyús utakon csoda, hogyha nem az ögykülődik, de egyébként milyen mélyre lehet jutni ilyenkor a meditáció közben? Milyen tudatállapot a cél? Gondolom nincs egyfajta ilyen, nem tudom, követendő példa vagy. Nincs, ez igazából mindenkinél egyéni, hogy mire használja ezt a folyamatot, vagy ezt a tudást, attól függ, hogy mire van leginkább szüksége. Valakinek pusztán az, hogy alkot valamit, és egyszerű mintákból létrehoz ilyen komplex, gyönyörű alkotásokat, ez hatalmas sikerélményt ad, főleg ha valaki rajzol gyerekkorában, és felnőtt korában ezt már nem műveli, akkor ez egy tök jó visszanyúlás lehet a gyerekkorba, tehát ezért megnyugtat a folyamat. De valakinek pedig egyszerűen kikapcsolódás, tehát egy koncentrációs gyakorlat. Mennyire fejleszthető ez a fajta elmélyülés, koncentrációs abszolút, készség? Abszolút, tehát pont arra jó egy ilyen faj
egyfajta alkotó folyamat, hogy megtanul az ember egyszerre egy dologra koncentrálni, ugye itt most abban a világban, ahol egyszerre öt dolgot csinálunk mindig, ami rendkívül fárasztó, ez emiatt egy nagyon jó kikapcsolódási forma. Mennyire fontosak a színek? Van-e komolyabb jelentősége annak, hogy milyen színekhez nyúlunk rajzolás közben? Igen, alapvetően a rajzmeditáció az fekete-fehér, tehát nagyon egyszerű eszközök kell művelni, papírtól kell hozzá, de bevonhatjuk valóban a színeket is, és ez megint nagyon sok mindentől függ, hogy hát ugyanúgy, hogy az elején mondtam, hogy a öntudatlan rajzolgatás, a színezés is ugyanilyen, hogy nagyon sok összetevő van, hogy egy adott időpillanatban mihez nyúlunk, úgyhogy ez sem lehet így. Nincs megmondva az, hogy szivárvány színeket kell használni ahhoz, hogy igazán hatékony legyen a rajzmeditáció. Nem, és a barna, sötét színek már elhúznak, vagy mit tudom én. Nem. Jó, hát akkor végül is mindenki használhatja ezt az eszközt kedvére, hogy egy kicsit összeszedettebbé, fókuszáltabbá és nyugodtabbá váljon. Nagyon szépen köszönöm, Tina, a beszélgetést.